Ne tétoválsz. Az mi? Azt lehet, hogy a dél, ami gondolkozol, átadod a lehetőséget, hogy ne, és utána visszaadja. Mit akartál kérdezni? Most mit akarod? Lehet úgyhogy a közepénél, hogy a közepénél szerepelt, és azt mutatod le, amikor a közepénél szerepelt. Persze. Jó, legyen. Helyedre rá. Síz. Aha. Jó, ide síz. Valamiért szomorú. Hercegnő? Aki mindig sír a népmesében, a régi az voltja. Legkisebb királynő. Nem királynő. Nem királynő. Mert mondom. Pöttem. A pöttem parlandám. Hát is tudom. Úgy gondoltam is rájó. Azért, mert felveszél. Pöttem parlandám, kicsi vagy nagy? Kicsi. Kicsi. Nem most már is így. Még gondolkozom? Jön már, látom. Na, megvan. Majom. Az a majom, aki múltkor voltál? Adát. És az picike vagy nagy? Vagy között? Ilyen pici majom voltál. Van egy nagy is. Ami vízi állat? Mászik a földön. Kígyó! Skorpió! Egy skorpió, az ilyen picike, igen. Mi már láttunk az állatkertbe, volt egy nagy üveg is abban, ott volt a képen a skorpió, és ott volt a sarokban. Van az állatkert. Fekete volt. Elfettek a botán. Mi meg láttunk az osamban, egy ketrezben nyilméregnékkel. Hú. Nagyon izgalmatok, ha tudna mindenki hozzátenni, de a boton is figyelt, amikor ti mutattatok. Most ti is figyeltek a botonra. Ne, szívottam. Figyelek rá. Mi van? Bentem. Bentemből melyik? Mondta benne, amikor elcsap az oldalra? Igen. Aha. És miért fog változni? Nagyon pici figurával vagy nagyjá? Nagyjá. Melyik kép? Óriásszaurusz. És utána úgy mint óriásszaurusz. Most óriás. Csak mindenki volt, ugye? Nem, jó, nem kezdtem, azt kérdezte, hogy az első. Jó. Próbálja meg ellazítani. A kezeteket tegyétek ide magatoknak. Jó? Úgy.
színe, kanicáknak a piros láncig. Hogy a fekete, ez vagy a fekete. Amit a természet, nem kell kimondani, mindenki találja, hogy egy ilyen szín. Jó? És ahogy itt kibelélegeztek, használhatják a szín festésre. És ez a kibelélegzés, meg van a színek partalja. Nem van sárgány. Jó, oké. Nap megsárgálja is meg. Jó. És ahogy így élekeztek, ezzel a színnel a kibelőzést, ezt lehet ecsetként használni. Nagyon kell látni, aztán csak hallgatni. Úgyhogy beszívjátok a levegőt, elképzeltek egy nagy ecsetet, beldugjátok abba a festékbe, amit kitaláltatok. És amikor kilélegeztek, akkor először befestitek a lábatokat a sorban. Felégzés, színezés, először a lábatokat, aztán a hasatokat, közben vegyétek.